estét kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Önök a Pax TV-ben a Q című műsort látják. Az elmúlt héten újra egy élő adással jelentkeztünk, amikor a nagyheti eseményekhez kapcsolódva Jézus kereszthalála utáni időszakról volt szó. Arról beszélgettünk, hogy mi történt abban a 8-10 napban, miután Jézust elhelyezték a sírban. Szó volt a feltámadásról, és szó volt arról, hogy azok az első tanítványok, akik Jézussal találkoztak, akár az Emmausi úton, akár a Tibériás tengernél, hogyan reagáltak erre a találkozásra. A mai alkalommal folytatni fogjuk ezt a beszélgetést. Szeretnénk tovább vinni ezt az ívet, hogy abból a 8-10 napból, ami ott volt Jeruzsálemben és Galileában és Izrael földjén, mi az, ami utána kialakult? Milyen volt az első gyülekezetnek az élete? Hogyan éltek az első keresztények Jeruzsálemben, ott a Jeruzsálemnek a környékén? Mi volt az ő szívükbe és az ő lelkükbe? És milyenek voltak azok az események és azok a gyülekezeti alkalmak, amit ők átéltek? Ma, ha azt mondom, hogy úrvacsora vagy áldozás, akkor eszünkbe jut a saját liturgiánk, a saját istentiszteletünk, saját gyülekezeti életünk. Megnézzük, hogy milyen volt akkoriban mindez. Hogyan viseltek felelősséget egymásért a gyülekezetek, hogyan alakultak ki lassan a különböző egyházi tisztségek, és sok egyéb fontos dologról lesz szó. Szeretettel hívom fel a kedves tévénézők figyelmét, hogy a mai egy felvett adás, tehát kérem, hogy ne telefonáljanak. Ha valakinek van bármilyen gondolata, akkor őrizze meg a jövő hétig, vagy pedig írjon nekünk a kutpaxtv@gmail.com e-mail címre. Erre várjuk az észrevételeket, és ha valaki itt az adásban szeretne választ kapni a kérdéseire, akkor erre is lesz lehetőség. Szeretettel köszöntöm vendégeimet, akikkel az elmúlt héten már találkozhattak. Egyrészt dr. Jackó Sándort, aki görög-katolikus lelkipásztor. Köszönöm, hogy újra elfogadtad a meghívást, és ugyanilyen sok szeretettel köszöntöm dr. Csepregi András evangélikus lelkipásztort. Isten hozott titeket újra a műsorban. Azt gondolom, a ti számotokra is mindenképpen érdekes lesz, hiszen mind a ketten vagy szolgáltatok gyakorló gyülekezeti lelkipásztorként is. András most egy iskola életében szolgál. Összehasonlítani, hogy mivé lett akár a katolikus egyházban, a római katolikus, görög katolikus, akár a protestáns egyházban, mindaz, ahogy az első keresztények éltek, és mindenképpen egy fontos része lenne ennek a mai adásnak az is, hogy megnézzük, hogy mit tanulhatunk ezektől az emberektől, mit lenne jó újra visszahozni a mi gyülekezeteink életébe, ami az ő szívükbe és az ő lelkükbe és az ő közösségi életükbe még megvolt. Mielőtt erre rátérnénk, azt szeretném tőletek kérdezni, hogy akkor, amikor Jézus itt élt a földön, vagy utána, amikor feltámadása után még itt volt a tanítványai között, neki milyen elképzelése, milyen képe volt arról, hogy hogyan fog folytatódni az a szolgálat, amit ő elindította. A misszai parancsot ismerjük, de volt-e Jézusnak bármilyen gyakorlati elképzelése, vagy hogy képzelte el az egyháznak az életét? András. A legfontosabb, amit a tanítványok megértettek és meg is valósítottak, vagy legalábbis megpróbáltak megvalósítani később már Jézus feltámadása után, az volt, hogy Jézus a közösségi életnek egy olyan rendjét élt eléjük, ami alapvetően különbözött az őket körülvevő világ közösségeinek a rendjétől. A többi közösség az uralkodásra volt berendezve. Erősebbek uralkodtak a gyengébek felett. Ennek minden rossz következményevel együtt. A hatalom gyakorlás általában kíméletlen volt, a kicsiket és a gyengéket eltiporták, marginalizálták, kiszorították őket a közösségből. Jézus pedig arra tanította a tanítványait, hogy köztük ne ez legyen a rend, hanem aki első akar lenni, az legyen utolsó, és aki vezetni akar, az szolgáljon. Ezt többször elmondta a szinoptikus evangélisták szerint, János evangéliumában pedig egy szimbolikus cselekedettel mutatta meg ugyanezt, az elárulása estén, amikor utoljára együtt volt a tanítványokkal, megmosta a tanítványok lábát, és ezzel mutatta meg nekik azt, hogy az erősebb szolgálja a gyengébbeket, és ez fogja a közösséget fenntartani. A másik pedig, ami nagyon fontos volt, és már nem a közösség belső életére nézve, hanem inkább a kívülállók felé, arra tanította őket, hogy szeressék az ellenségeiket. Arra tanította őket, hogy próbáljanak meg kilépni a gyűlölet és a bosszúállás spiráljából, és próbáljanak méltányosak lenni, és megbocsátók lenni ott is, ahol nagyon nehéz, és ezzel megtörni azt a gyilkos kört, amiben nagyon sok közösség és nagyon sok emberi kapcsolat akkor is vergődött, és sokszor el is pusztult.
Említetted, hogy az akkori rendszerek azok erőszakra épültek. Ez igaz volt a Jézus korbeli zsidóságra is? Hogyne. Igaz volt a zsidóságra is természetesen, annak ellenére, hogy a zsidóság a Tórában kapott egy nagyon világos szabályt arra, hogy hogy kell méltányosan élni, hogy kell a fele barátoknak egymással szeretetben és egyensúlyt keresve élni, de a Tóra, mint ahogy minden más emberi közösségben is találkozunk ezzel, sokszor csak betű maradt, és a gyakorlat erre sokszor rácáfolt. Ugye nagyon érdekes ebből a szempontból az, olvassuk a egyéb beszédben, hogy Jézus azt tanította, hogy megmondatott a régieknek, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. De hiába keressük ezt a mondatot a Tórába, ilyen nincs ott, tehát a zsidóság a szeresd fele barátot tanítást értette néha úgy, vagy alkalmazta úgy, hogy az a valóságban azt jelentette, hogy szeresd fele barátodat, utána egy határral különítsd el a többieket a fele barátoktól, és a többieket inkább gyűlöld. Ez ugyanolyan emberi jelenség, mint bármilyen más közösségben is előfordul, tudjuk, hogy mit kellene tennünk, de mégsem azt tesszük. Uh-huh. Sándor, te hogy látod? Én úgy gondolom, hogy roppant szerencsés a téma választás, mert azért is, mert a történelmi egyházak most ezeket a perikópákat olvasgatják, a felekezettől függetlenül, és így óhatatlanul is a egyházak úgy visszacsempészik azt az atmoszférát, mint ami úgy húsvét után kell, és jó is. Tanrással egyetértve tényleg az, hogy a szeretet dimenziója az igazából mindent felülmúlt. És a korabeli társadalom a keresztényeket, a Krisztus követőket szinte megbélyegezte, amikor azt mondták róluk, hogy nézzétek, hogy szeretik egymást. Tehát nekik ez annyira szokatlan és furcsa volt, hogy nem tudták igazából elképzelni, mert tényleg ilyen modell nem nagyon létezett korábban a történelem során. Másrészt pedig azért kereszténynek lenni Krisztus elképzelése szerint, azért tényleg a missziós parancsot értelmezve nem volt egy egyszerű feladat. A társadalom is azért, valljuk be őszintén, tehát tényleg nem segítőkészen, sokkal inkább ellenségesen viszonyult ez a jeruzsálemi gyülekezethez, vagy akár a keresztények összejöveteléhez. Szóval kellett egy nagyfokú bátorság is. Tehát a szeretet mellett a bátorság, ami konkrét cselekedeteket implikált, és sokkal később alakult ki az a teológiai dogmatikai összefüggés, vagy halmaz, amit az egyes egyházak így értelmeznek, és próbálnak visszavetíteni ezeknek a közösségeknek az életébe. Ha Krisztusnak a szándékát és a tervét vizsgáljuk, akkor emberileg azt kell mondani, hogy ez egy irracionálisnak tűnő elképzelés, hogy az a pár keresztény ember, aki az ő követője volt, gyakorlatilag ki fogja forgatni a világot. Tanulatlan, egyszerű emberek voltak, tehát bántás nélkül akarom mindezt mondani. Tehát egy nagyfokú bátorság és idea kellett ahhoz Krisztus gondolkodásában, hogy ténylegesen azt gondolta, hogy ez a pár ember meg fogja változtatni a világot. De mint közösség, tehát ami lényegesen több, mint személyeknek a közössége, vagy személyeknek az együttállása, mégis azt az utat járta be, hogy mint modell egyre több helyen megjelent, és ahogy mondtátok, hogy kialakultak közösségek, ahol hasonló elgondolások uralkodtak, és ez kialakított egy hálót, ami alapján Krisztusnak a tanítása igazából a világ végéig eljutott. Ez alatt a 2000 év alatt. De hogy az első egyházaknak ez mekkora feszültséget okozott mindennek az értelmezése, átélése, én azt gondolom, hogy feltétlenül ez fontos tisztázni és erről beszélni, tehát azért is jó a témaválasztás. Az előző adásban is szó volt arról, hogy mi sokkal sterilebben és sokkal rózsaszínebben látjuk a történeteket, és sokszor itt az első gyülekezet életénél se éljük át igazán komolyan azt a fajta feszültséget, amiről beszéltetek, hogy Jézus egy mennyire másfajta életprogramot adott, és utána hogy jelent meg ez különböző apostoloknak, különböző gyülekezeteknek az életébe, pozitív példaként, vagy akár negatív példaként is. Csak egy dolgot szeretnék mondani ahhoz, amit említettetek, hogy milyen megalázó lehetett, mikor egy római katona fogta és a nyakába vágta valakinek a csomagját, és azt mindig kellett valameddig. És Jézus azt mondja, hogy ne azt csináld, hogy nem tudom én, talán 1 kilométer, vagy 900 méter, nem dobod. Egy mérföldet kellett vinni. Ne azt csináld, akkor dühösen ledobott, hanem mosolyogva vidd el még egyig, és bízz abba, hogy ezen az ember el fog gondolkozni, hogy hoppá,
lehet, hogy nem így kéne bánni vele, mert milyen szeretet van benne. És erre a legjobb példát Jézus mutatta akkor, amikor még a kereszten is kész volt imádkozni azokért az emberekért. És ez az, ami elgondolkoztatott egy rettenetes állapotban lévő és nagyon sok bűnt elkövető Latort, vagy egy talán több 10., 15., 20. kivégzés levezénylő római katonát, hogy itt valami egészen uh-huh. más van. Tehát Jézus adott egy életprogramot, de azt szeretnünk kérni tőletek most, és elnézést a nézőktől, lehet, hogy kicsit furcsa lesz a megfogalmazás, de tényleg eleven legyen a beszélgetés. Lehet szép szavakra építeni utána egy jövőt? Tehát ilyen szép szavak, hogy hát szeressétek, csináljátok, és ott van ez a, ahogy említetted, néhány tanulatlan, egyszerű ember, akik még a saját hitükben is, ahogy az elmúlt héten is hallottuk, bizonytalanok, kételkednek. Hogy lesz ebből utána egyáltalán valami? Azért az első keresztényeknek nem volt ennyire nehéz dolga, mert nem csak szép szavakat kaptak Jézustól, hanem példát is kaptak, és életgyakorlatot is kaptak, magatartás mintákat is kaptak, gesztusokat is kaptak. Ez mind összeépülve azért megmaradt bennük, és Jézus feltámadása után megerősödve abban, hogy Isten az ő messiásuk oldalára állt, és a Jézus követést is megerősíti ezzel, valamit ebből meg tudtak valósulni. De hogy ez mennyire nem ment konfliktus nélkül, arra hadd mondjak egy olyan példát, ami mindannyiunk előtt ott áll az apostolok cselekedeteiről írott könyvbe, de ahogy leírja azt Lukács evangélista, mi hajlamosak lehetünk ezt félreérteni. Arra gondolok, amikor arról olvasunk, hogy az első gyülekezetben együtt voltak a héber nyelvű és a görög nyelvű zsidók. Ugye ezt úgy kell érteni, hogy a Római Birodalom teljes területén éltek zsidók, és amikor az ünnepre visszatértek, sokan a távoli diaszpórákból jöttek, ahol már a hébert nem beszélték, hanem a birodalom közvetítő nyelvét, a görögöt beszélték, és a közös vallás, de ugyanakkor a nyelvek, az anyanyelvek különbözősége egymás között feszültséget és falakat teremtett. És arról olvasunk, hogy zúgulódás támadt a görög nyelvűek között, mert a közülük való özvegyasszonyokat mellőzték az asztalok körül való szolgálatban. Olvassuk ezt talán a 6. fejezetben. Ha egy mai keresztény gyülekezet gyakorlatából indulsz ki, akkor azt gondolod, hogy ez arról szólhatott, hogy a szeretet vendégsége nem engedték őket teát tölteni. Ez jelenti a mellőzés. Ezt jelenti a mellőzés az asztalok körüli szolgálatban. De ez ennél sokkal húsba vágóbb dolog volt, hiszen az özvegyekről, mint minden más támasz nélküliekről a közösség gondoskodott, és a mellőzés azt jelentette, hogy kevésbé gondoskodtak, vagy nem gondoskodtak a görög nyelvű özvegyasszonyokról, mint a héber nyelvű özvegyasszonyokról. És az zúgulódás végül eljutott az apostolokhoz, és az apostolok ezek után választottak a görög nyelvű férfiak közül 7 diakónust, akik közül ugye István volt az első, aki később a közösség első vértanúja lett, és a diakónusoknak az volt a feladata, hogy mintegy képviseljék a görög nyelvűek érdekét, hogy ilyen különbségtétel a közösségen belül ne történhessen. Tehát látjuk azt, hogy ott voltak ugye a szavak, ott voltak a gesztusok, de hogy ebből egy közösségi gyakorlat legyen, az nem ment konfliktus nélkül, sőt, nagyon komoly visszaesések is bekövetkeztek, és erről még bőven hallunk más-más összefüggésben, Pál apostol leveleiben is. Uh-huh. Erről fogunk beszélgetni, még arra szeretnék visszatérni, hogy említettétek, hogy Jézus példát adott, életcélt adott, és közben ott volt Pünkösd. Hogy látod Pünkösdnek a szerepét ebben az egészben? Igen, tehát amíg András beszélt, nekem pont ez kavargott a fejembe, hogy azért a Pünkösd még radikálisabban megváltoztatta ezt a közösséget, tehát egy nagy bátorítás, a lélek egy nagy kinyilatkoztatása azért lendített ezen a közösségen, feltételezhetjük, sőt a Bibliáról azért tanúskodik. Mégis én azt gondolom, hogy ez a közösség a kezdetek kezdetén az egész életét átértelmezte, pont a húsvét kapcsán, tehát ahogy meglátta Krisztusnak a szenvedését és az elhagyatottságát, és megtapasztalt valamit a föltámadásból, még hogyha nem is olyan sokat, de ahhoz elégségeset, hogy bátrabban gyűljenek össze. És ez most nem a szólásszabadságra, vagy a gyülekezeti jogra, vagy az összegyűlésnek a jogára gondolok, hanem egy olyan tapasztalatra, ami korábban nem volt meg bennük. Tehát hiába olvasták az Ószövetségi olvasmányokat, tehát hasonló jellegű emberi tapasztalattal ők még nem találkoztak, mint ahogy mi se találkozunk.
Tehát a hit dimenziója olyan élénk lehetett bennük, hogy András is mondta, hogy azért ők rengeteg gesztust személyesen tapasztaltak, vagy láttak, vagy közvetlenül Jézustól elsajátították, ami mind-mind a saját identitásukat megerősítette. És én ebben látom igazából a fontosságot, hogy kialakul a saját identitás. Mert idáig azért egy zsidó szokásokat követő közösség volt, de egy krisztusi identitás, vagy egy olyan, mondhatni, keresztény identitás van alakuló félbe, ami korábban még nem volt. És ez, mi ezt most azt mondjuk, hogy ős keresztény egyház, vagy korai egyház, már csak egy ilyen címkével látjuk igazából el, de egy olyan életmód ez, ahol a Krisztus a legteljesebben és a legközvetlenebbül van. Mi is vágyakoznánk rá, hogy időben ott élnénk, mindazon nehézségek mellett, amit ők azért tapasztaltak. De a húsvétra vagy a pünkösdre visszatérve, én úgy gondolom, hogy ezeket a nehézségeket azért nagyon-nagyon könnyebbé tette, vagy elviselhetőbbé tette a léleknek a megtapasztalása. És ha a pünkösdről beszélünk, akkor nem szabad elfelejteni azt, hogy tulajdonképpen két dolog történt, látványosabb, és talán többet beszélünk az elsőről, tehát a lélek kiáradásáról, a lélek, aki megbátorította a tanítványokat, és utána Péter értelmezte Jézus halálát és feltámadását egy nagy beszédben, elmondta, hogy Jézus, akit ti gonosz kezek által keresztre feszítettetek, él, hiszen Isten feltámasztotta, és a második dolog az, hogy erre megdöbbent a tömeg, akik hallgatták Pétert, és megkérdezték őt, hogy mit tegyünk. És erre Péter azt mondta, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és megkapjátok bűneitek bocsánatát. Tehát egy nagyon nagy személyes és egzisztenciális válaszút elé érkeztek, ahol feltették az egyetlen lehetséges jó kérdést, és erre a kérdésre válaszolva egy nagyon komoly döntés révén egy belső épülés is megkezdődött, azok után, hogy a lélek mindenre megadta lehetőséget. Vannak sokan, akik mindenképpen bizonyítékokat keresnek arra, hogy Jézus feltámadt, és nem ellopták a testét mondjuk a tanítványok. És lélektani szempontból a leggyakrabban pont, amit ti mondtatok, ezt szokták említeni, hogy annyira radikálisan megváltozott az életük, és tudjuk, hogy a tanítványoknak a nagy része után a mártír halált is halt a hagyomány szerint, hogyha ők lettek volna az egész mögött, és ők lopják el Krisztus testét, akkor azért ennyire nem vették volna valószínű komolyan, ennyire nem változott volna meg az életük, ennyi mindent nem áldoztak volna fel, és ekkora veszélyeket nem vállaltak volna, mint utána nagyon sokan közülük. Azt szeretném kérni tőletek, hogy egy pár szóban, most így a külső szem számára láthatóan mondjátok el, hogy nézett ki pünkösd után mondjuk az első gyülekezetnek az élete. Említetted, hogy még a Tórát olvasták, milyenek voltak az összejövetelek, hogyan élték meg akkor a hitüket, és milyen volt a kapcsolatuk a zsidósággal. Ezt a fajta zsidó identitás, nem a tanítványok közül valaki lehet, hogy 40-50 évet is benne élt. Ezt mennyire tudták levetkőzni, mennyire kellett levetkőzni. Tényleg egy teljesen új helyzetbe kerültek ezek az emberek. A zsidósággal annyival is egyszerű volt a kapcsolatok, hogy mindnyáján zsidók voltak. Az első keresztény gyülekezet több ezer tagja, ugye 3000 emberről tudunk, akik Jeruzsálemben Péter ige hirdetésének a tagjára megkeresztelkedtek és megtértek, ők kivétel nélkül mind zsidók voltak, vagy Jeruzsálemben élők, vagy pedig a diaszpórában távolról érkező zsidók, és ez a zsidó gyökerű keresztény közösség tulajdonképpen egészen 70-ig, tehát a főváros, Jeruzsálem és a templom rómaiak által lerombolásáig fennmaradt, utána szóródott szét. Az csak jóval később következett be, évekkel később, hogy megjelentek a közösségben az első nem zsidók, és problémává vált a zsidó gyökerű és a nem zsidó, akik őket pogánynak hívták a zsidók, pogány eredetű Krisztus követők kapcsolatának a rendezése, de ez majd csak Pál apostol szolgálatának a kapcsán kerül elő, mint probléma. Addig ez nem volt kérdés. Amit Lukács leír az apostolok cselekedeteiben, ez tulajdonképpen nagyon egyszerű, naponta együtt voltak, imádkoztak, megtörték a kenyeret, és vagyonközösségben éltek egymással. Gyakorlatilag ez a néhány fontos ismér volt, ami összekötötte őket, és megkülönböztette őket a többiektől. És meddig volt
voltak meg a zsidó szokások, a körülmetélkedés mondjuk egy ideig azért komoly kérdés volt, hogy kell vagy nem kell. Igen, hát azért az apostoli zsinat egyik fontos kérdése volt, hogy most meg kell tartani ezeket a zsidó előírásokat elsősorban a körülmetélkedéssel kapcsolatban, és ott azért a közösségen belül is volt egy elég erős konfliktus Péter és Pál között is, és személyre is vetette, hogy most, hogyha egyszer elkezdted ezt az utat járni, akkor most miért lépsz egyel visszább. Én azt gondolom, hogy ez a konfliktus azért arra is rávilágíthat, vagy pontosabban rá is kell, hogy világítson, hogy már ekkor voltak olyan saját szokások, vagy olyan egyéni ambíciók, amik ennek a közösségnek a határait elkezdték feszegetni. Én identitásra, vagy ritusra gondolok, vagy szokásokra, ami az egyéni jámborságból fakadta, és az egyéni tapasztalatból. Tehát most, ha összegyűl mondjuk 3000 ember, 3000 gondolkodásmóddal, azért azt nehéz központosítani. Nem tudnánk olyan társadalmi rendszert mondani, ahol 3000 ember minden kérdésben ugyanazt gondolja. Most az egyház, mint közösség azért másabb, mert vannak kardinális kérdések, ahol megvan az a maximális egység, vagy azonos gondolkodás, ami nem emberi okosság, hanem egy olyan tapasztalat, vagy egy olyan hit, vagy egy olyan, azt lehetne mondani, Krisztussal való közösség, ami más számára nehezen értelmezhető. Én azt gondolom, hogy ez pedig nem más, mint a személyesség, az életnek a megtapasztalása. Egy személyes példát, ha mondhatok, hogy amikor felvételről megy egy adás, az teljesen más, mint amikor az ember élőben nyilatkozik. Teljesen más egy keresztény embernek a mentalitása, a hozzáállása Krisztushoz, hogyha mint élő személy találkozik vele. Ellenben, hogyha csak mint tárgyként szemléli, vagy a réges-régi történelemkönyvből egy szereplőként próbálja értelmezni, korán sem kerül hozzá olyan közel, és ezzel a közösségben is így gondolkodtak. Van olyan protestáns irányzat, katolikusban nem merek nyilatkozni, mert elmondott, hogy így van, amelyik azt mondja, hogy az Ószövetséget azt úgy kell magyarázni, hogy ami Krisztusról szól. Tehát teljesen Krisztus felől kell nézni. Vannak, akik igyekeznek kicsit leválasztani az Ószövetséget és úgy saját magába nézni. Milyenek voltak akkoriban az ige hirdetések? Az ószövetségi történetek, zsoltárok, egyebek alapján már Krisztusról beszéltek? Vagy miről szólt akkor a bizonságtétel? Ami kiderül az apostolok cselekedeteiből, az azt mutatja, hogy meg voltak győződve Péter és az első keresztények arról, hogy ami Jézussal történt, az már a proféták írásaiban és ígéreteiben szerepel. Ugye ez az első, amit olvasunk Pétertől, egy dávidi zsoltárt idéz, és azt mondja, hogy Dávid Jézusról beszélt, amikor arról beszél, hogy ő vagy egy másik szenvedő ember, hogy menekült meg a haláltól. Tehát számukra ez volt a legtermészetesebb, hogy ami az írásokban szerepel, értjük ez alatt a Héber Bibliát, hiszen számukra csak a Héber Biblia jelentette az írásokat, az Jézusról szól. Ebben látták azt a természetes, szerves folyamatosságot, ami összekötötte a régiek hitét a saját tapasztalataikkal. Ez csak egy nagyon, nagyon fontos dolog, amit nem tudom, a kedves tévénézők mennyire tudnak, de sokakban talán az a kép van, hogy már az első tanítványoknak a kezéből ott volt a négy evangélium, és az alapján beszéltek, hogy tudjuk, hogy ezek később keletkeztek, tehát évtizedekig nem voltak ezek a történetek leírva. Ettől még az apostolok nagyon sokat elmeséltek. Jóltan Márkról mondják azt, hogy Péter mellett volt pont ezeken az utakon, hallotta Péternek a történeteit, volt kicsit ő is a főszereplő, ugye Márk evangéliumánál is, és ez alapján írta meg az evangéliumát, de nagyon sokáig a tanítvá, vagy a gyülekezeteknek nem voltak meg az evangéliumok, hanem jóval később került ez kézbe, nevezzük így, mint egy teljes Jézus életrajz, amit mondjuk Lukács ír is, hogy alaposan utána jártam, megnéztem a dolgokat és megírtam, de sokáig ez nem volt, és ez az izgalmas kérdés, hogy akkor mivel prédikáltam, de hogy említettem, tehát az Ószövetséget ők automatikusan így értelmezték. Igen, és hát tulajdonképpen azt folytatták, amit maga Jézus is tett, hiszen Jézus is gyakran idézte a profétákat, gyakran idézte a zsoltárokat. Igen, amikor igen. Felolvastam, még örültek neki, amikor magára értelmezte, akkor akarták kövezni. Igen.
azt is mondják a Bibliának a kutatói szakemberek, hogy Pál apostolnak akár a leveleiben már megjelenik több olyan kis költemény vagy zsoltárszerű leírás, ami valószínű már használatban volt a gyülekezeteknél, és úgy emelték be a levelekbe. Mi az, annyit hagyj kérdezek, hogy a katolikus egyházban ugyanígy megvan ez a fajta biblia magyarázat, gondolom ott is. Már az első részre gondolva, hogy az Ószövetségnek az értelmezése? Ott is azért én olyanról nem tudok beszámolni, hogy egységes katolikus biblia értelmezés. Tehát azért vannak azért teológiai iskolák, hangsúlyok, de a döntő, vagy a leginkább elfogadott, ténylegesen elfogadható teológiai irányzat azért arra próbál törekedni, hogy az Ószövetséget Krisztusban próbálja értelmezni. Nem minden esetben könnyű ez, tehát ahogy Péter apostolnak is az első beszédeiben, azért nagy erőfeszítéseket kell tennie, hogy a ószövetségi proféciákat egy az egyben Krisztusra applikálja, és az ige hirdetésekben is később azért ez az egyik legnagyobb kihívás, hogy Krisztusnak a szemét az ószövetségi előzményekkel összhangba állítsák. Nem megy ez olyan zökkenőmentesen, ez egy intellektuális kihívás, illetve azt lehetne mondani, hogy teológiai gondolkodás és koncepció. De alapjában véve én azt gondolom, hogy teológiai pedig nagyon helyes elgondolás, hogy Istennek az üdvgondozását, a tervét, azt ne csak Krisztusban keressük, hanem az azt megelőző történelemben is, hogy hogyan készül fel az emberiség a Mesiás várására, és hogy hogyan lepi meg az Isten még a választott népet is, illetve még minket is, hogy olyan személyt küldted, akire mi nem is gondolnánk, tehát elég a proféciákra gondolni, hogy hogyan írják le a szenvedő igaznak az alakját, vagy a Mesiás királynak az alakját. És itt következik egy intellektuális erőlködés, erőfeszítés és egy jó indulatú küzdelem, hogy ezeket a zsoltárokat újra átimádkozta ez a közösség, és megpróbálta megkeresni azokat a hangsúlyokat, amiket fontosnak talált később. Tehát nem véletlen, amikor az apostolok cselekedete beszámol arról, hogy hol a közösség összegyűlt és elkezdtek imádkozni, ott a föld megrendült. Tehát ott volt egy olyan, azt lehetne mondani, emberi teljesítmény, amire mi képtelenek lennénk, ha most itt elkezdenénk 3-4-5-en imádkozni. Uh-huh. Tehát ott az Istennek a jelenléte annyira betöltötte az ott lévőket, hogy csodákat implikált. Másrészt pedig a pünkösdi beszédre visszatérve, tehát az nem elvárható tőlünk lelkipásztoroktól se, tehát hogyha egy magamba dilemmázok, hogy olyan beszédet tartani, aminek hatására 3000 ember megtér. Tehát ez mennyiségileg tényleg egy nagy produktum, de... Nincs elég meg templomot hozzá. Igen, se nekem, se neked, tehát ez egyértelműen így van, meg talán nem is ez a cél, hogy most mennyiségileg növelni az egyházat, hanem az a 3000 ember, aki akkor megtérhetett, az gyakorlatilag majd a Szél Rózsa minden irányába elvitte ezt a tapasztalatot, vagy ezt a fajta hitet, ezt az elgondolást, és én ezt tartom igazából járható útnak, hogy személyesen kötődjön minél inkább az ige hirdetőhöz, vagy pedig magához, Krisztushoz. Görög katolikus lelkészként ti az ortodox egyháznak a liturgiáját végzitek nagyrészt, ugye? Vagy igen, ez így kijelentető. Az a legősibb liturgia, ugye? Itt azért óvatosan fogalmaznék, hogy melyik a legősibb liturgia. Egyrészt azért, mert nem vagyok liturgia történész, és zavarba is kerülhetnék, de az nyugodtan kijelenthető, hogy a keleti egyház, tehát amiben az ortodox egyházat is odaértjük, azok gyakorlatilag változtatás nélkül, vagy minimális korrekcióval végzik az Isten tiszteletüket. Ezen belül én azt gondolom, hogy az örmény szertartás, vagy éppen én azt gondolom talán az egyik legősibbnek, az nagyon közel áll az ortodox irányzathoz, sőt a római katolikus egyháznak is a liturgia szerkezete, vagy annak a gyökere, az visszavezethető
nagyrészt visszavezethető az ősegyházi gyakorlatra. De ezt a fajta közös kincset, tehát hogy összegyűltek egy házba, illetve az úrvacsorára, vagy hogy megtörjék a kenyeret, ez gyakorlatilag minden egyháznál, én azt gondolom, hogy jelen van, ennek az értelmezése, illetve ennek a liturgiája azért már eltér sok helyen egymástól. Említetted, és említettétek, hogy ez micsoda erővel jelent meg az evangélium, az első keresztények az életéből, imádkoztak, megrendül a föld, 3000 ember megtér, és azt látjuk, hogy lassan-lassan egyre több a szenvedés is. És jól tudjuk az evangéliumokból, hogy Jézus igyekezett erre felkészíteni a tanítványait. Csak Máté evangéliumából szeretnék felolvasni egy részt, ezt mondja Jézus a tanítványainak, imén elküldelek titeket, mint jókat a farkasok közé. Ez egy jó pásztor vasárnapi után egy nagyon jó kép, és el tudjuk képzelni, hogy milyen rossz az, amikor sok juh közébe megy egy farkas, hát még amikor sok farkas közébe megy egy bárányka. Tehát Jézus felkészítette erre a tanítványait. Mennyire voltak ők erre felkészültek, és mennyire okozott törést bennük az, hogy újabb és újabb szenvedések, üldöztetések, nehézségek érték egymást. Egyrészt a zsidóság részéről, és utána, mondjuk ez már nem az első nemzedék, de amikor már elindult nagyon komolyan a császárok által és a különböző római vezetők által a keresztény üldözés, akkor azért nagyon sokszor kellett figyelmeztetni, hogy ne rettenjetek meg, ne ijedjetek meg, mert azért ez krízist okozhatott, nem? Igen, hogyne. Ha arra figyeltek, hogy hogy élt Jézus, hogy vállalt konfliktusokat, és ezeknek a konfliktusoknak végül mi lett az eredménye, tehát hogy több vele szemben erő szövetséget, koalíciót alkotott és keresztre juttatták, akkor ebből tudhatták, hogy ha ezt az utat járják, akkor ők is ütközni fognak majd. És egészen egyszerűen azért, mert mások voltak, mert másképp éltek, más értékek, más szempontok, más gondolatok szerint szervezték a közösségeiket, elkerülhetetlen volt ez az ütközés. És az apostolok cselekedeteiről írott könyvben szinte a sorok között találjuk csak azt, ami akkor mindenkinek természetes volt, hogy már nagyon hamar, évekkel Jézus feltámadása után több tanítványt megköveztek. Ugye Istvánt említettem, az előbb volt az első, aki diakónusként csatlakozott hozzá, de az Ebedeus fia Jakab az első nagy üldözési hullám áldozata lett néhány évvel csak Jézus feltámadása után, és utána ez a sor folytatódik, tehát ez számukra nem volt egyáltalán különleges, és el tudom képzelni azt, ha egyszer belül kerültek azon a gondolati és érzelmi körön, hogy átélték, hogy ez természetes velejárója az életformájuknak, akkor ezt nem mondom, hogy örömmel, és nem mondom, hogy félelem nélkül, és nem mondom, hogy szorongás nélkül, de mégiscsak sokkal nagyobb természetességgel fogadták el, mint azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy az élet normális rendje az, hogy mindenki békésen és boldogan és háboríthatlanul élje maga egyszerű életét. Számukra nem ez volt az élet normális rendje, hanem valami egészen más. András, említetted, hogy egészen másképpen néztek az első keresztények a szenvedésre, és abban nagyon igazad van, hogy azért nem örömmel és nem vágyakozással néztek, bár biztos, hogy volt egy-két ilyen ember is, de alapvetően a fájdalom, nekik is fájdalom volt, de ami nagyon meghatározta az életüket, hogy volt egy nagyon közeli Krisztus várásuk, hogy Krisztus vissza fog érkezni, és abban is nagyon biztosak voltak, hogyha nem ér vissza, és előbb meghalnak, akkor sokkal inkább megvolt bennük az örök üdvösségben való bizalom. Hogy látjátok ezt a kérdést? Hogy várták ők a világ végét? Ma a világ vége egy olyan fogalom, hogy hát valahol, valamikor már annyiszor mondták, hogy itt megjelenik, akkor lesz, mindenki számítgatja. Bennük ez teljesen más volt. Egyáltalán mit mondott Jézus erről az egészről, vagy hogy jelenik meg a levelekben? Tehát valahogy úgy fogom, vannak itt néhányan az itt állók közül, akik nem látják meg a halált. Tehát nagyon élénk volt a Krisztus várás, és mivel egy keresztény leginkább Krisztushoz szeretett volna hasonlítani, és minden erejével azon igyekezett, fáradozott, hogy Krisztusivá váljon, ezért ez a fajta halál tényleg nem volt annyira idegen számára, mint ahogy számunkra. Tehát én azt gondolom, hogy aki elmegy és megnézi bármelyik filmet, ami Krisztusnak a szenvedéséről szól, az egy nagyon szép film, megerősíti a saját ideális felfogását, de aki ezt személyesen végignézte,
annak úgy a büfkörébe kellett kerülnie, hogy az olyan, mint egy örvény bemonzotta. Ha nem, akkor ténylegesen másabb jellegű életet élt, és nem azt mondom, hogy menthetetlen volt, Isten őriz, hanem tényleg azt lehetne mondani, hogy adóászok voltak az első keresztények életében. A másik, amire még utalni szerettem volna, hogy láttam egyszer egy érdekes festményt, amit úgy szeretném, hogy arról egy pár szót mondani, hogy ahogy említetted, Krisztus a jó pásztor és a farkasok közé küldi a szövéit. Az egyik festmény úgy ábrázolta Krisztus, hogy ő nem a bárányt vette a nyakába, hanem a farkast. És akkor úgy ment, és a bárányok pedig közeledtek hozzá, hogy igazából Krisztus legyőzi a farkast. Tehát ahogy húsvétkor is mindig ezt mondjuk, hogy legyőzte halállal a halált. És akkor mondja, hogy hát kicsinyítják, annyiszor meg annyiszor mondja a tanítványoknak, és bennük azért ez ott maradt, hogy annyiszor megbotlottunk, legyen az életünkben egy olyan végső döntés, ahol nem a romlás és a valaminek az elrontása lesz a végső érv, hanem hogy Krisztushoz oda tudok tartozni, és az életemet teljes mértékben hozzá tudom csatolni. És egy ebben a korban élő keresztény úgy gondolom, lehet, hogy naivan gondolkodok, de valószínűleg így élte az életét, hogy ő mindenféleképpen Krisztus mellett akart lenni. Korintusi levélben ír Pál apostol erről, nagyon-nagyon közelre várva a feltámadás, hogy hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, eddig még nem nagyon van benne az idő, mi pedig elváltozunk. Tehát ő ezt nagyon közelre várta ezt az eseményt. Ha ehhez szeretné még valamit, akkor azt is köszönettel vesszük, és mondtad, hogy szeretnék visszautalni még a Tóra értelmezésre. Igen. Csak egy mondatot erről, meg voltak győződve arról, hogy még az ő életükbe ez be fog következni. És Pálnak nagyon sok tanácsát egyébként ebben az összefüggésben értjük, tehát amikor például azt mondja, hogy ha valaki házasságban él, maradjon úgy, ha valaki házasság nélkül, maradjon úgy, erre a kis időre már nem foglalkozunk az életformánk megváltoztatásával, mondaná Pál, hiszen napokon, heteken belül bekövetkezhet az, hogy Krisztus visszatér, és onnantól fogva egy egészen más dimenzióba fog majd kerülni a világ. Ide lehet visszavezetni a vagyonközösséget is? Biztos, hogy a vagyonközösség megélésének is ez egy könnyebbséget adott, hogy nem kellett generációkra előre tervezni, nem kellett kinek-kinek azon gondolkodni, hogy majd az unokám miből fog megélni, róla fog-e gondoskodni a közösség, hanem abban éltek, hogy bármelyik nap visszatérhet, és addig kell nekik egymás iránt és lehetőleg a környezet iránt is méltányos és szeretetteljes életet élni. Egész biztos, hogy ez hozzájárult. És akkor ez nem egy ilyen általános parancs minden idők keresztényei számára? Én ezzel nem mondtam, hogy nem volna általános parancs, de hogy nekik ez könnyebb lehetett. Aha. Ebben a hitben, az így lehet, és utána az izgalmas az, hogy amikor kiderült, hogy ez a várakozás mégsem teljesül, amikor egyre többen meghaltak az első nemzedékből. Ugye Pálnak azzal is kellett foglalkozni egy másik levelében, az első tesszalonikai levelében, hogy mi történik azokkal, akik már meghaltak, és a feltámadásban hogy fognak majd egyesülni a még élők a már megholtakkal. Erre egy külön menetrendet dolgozott ki szinte. Aha. Az első tesszalonikai levélben. És a tesszalonikai levélben ide vezethető vissza az a mondat is, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyik. Mert sokan annyira várták a parúziát, hogy már azt mondták, hogy már ne is dolgozzunk, ne csináljunk semmit. Igen, vissza is lehetett élni ezzel a helyzettel, nyilvánvaló. Igen. Amit a Tórával kapcsolatban el szerettem volna mondani, az egy elég nehéz aspektus. És azt mondhatjuk, hogy az első keresztényeknek ebből a szempontból szintén egy kicsit könnyebb helyzetük volt, hiszen mindannyian zsidók voltak, és számukra természetes volt, hogy a messiást Krisztusban, a feltámadottban látják, és össze kell kapcsolniuk egymással a proféciákat és a tapasztalataikkal. Ugyanakkor viszont egy olyan környezetben éltek, mint kisebbség és mint üldözött kisebbség, ahol a zsidóság többsége nem fogadta el azt, hogy a feltámadott Jézus volna a messiás, de ez a kapcsolat velük teljesen konfliktusos volt. Amíg a Jézusban nem hívő zsidók voltak többségben, addig ők voltak az üldöző helyzetében a kisebbségi Krisztus követőkkel szemben. Ez később a Római Birodalomban megfordult, a keresztények lettek többségbe, és ugyanezt a konfliktust megfordítva a kisebbségbe kerülő zsidók
szenvedték el. Sok-sok konfliktus után vagyunk már itt a 21. század elején, és kialakult valami, amire korábban nem nagyon lehetett lehetőség, még pedig az, hogy dialógusba, párbeszédbe kerülnek egymással zsidók és keresztények, olyan zsidók, akik a Héber Bibliát tartják szentírásnak, de nem hiszik, hogy Jézus messiás, és a keresztények. És akkor ebben a párbeszédben hogy beszélhetnek ők egymással? És keresztény oldalról azt kell mondani, hogy bármennyire is természetes volt az első keresztények számára, hogy a proféciákat Jézusra vonatkoztatták, később kialakult az a gyakorlat, hogy ezzel a mozdulattal el is vették szinte az Ószövetséget, a zsidók szentiratát a zsidóságtól. Ezt helyettesítési teológiának nevezik, ami azt jelenti, hogy szerintük, már e szerint a teológia szerint, Isten elvette az ígéretet a zsidóktól és átruházta a keresztényekre. És most ezt a helyettesítési teológiát kell keresztény oldalról valamilyen módon kritika alá venni és túllépni rajta, hogy kialakulhasson egy olyan kölcsönösen művelt beszélő viszony zsidók és keresztények között, amelyik mind a kettő mindkét oldal hitét tiszteletben tartja, és nem úgy tekint a keresztény a zsidó Bibliára, hogy az csak Jézusról szólhat, hanem meghagyja számukra azt a lehetőséget, hogy a prófétákat maguk is értelmezhetik. És nagyon érdekes, ha visszatérünk a gyökerekhez, egy fél percet még lehet ezzel foglalkozni. Még teológia hallgató voltam, amikor egyszer írtam egy szemináriumi dolgozatot a szolgaénekről, Ézsaiás 53-ról, a szenvedő szolgaénekéről. Sok-sok okos teológust megnéztem, hogy erről mit mondanak, és arra a véleményre találtam, hogy úgy gondolták az értelmezők, hogy maga Jézus nem alkalmazta magára, hogy ő lenne a szenvedő szolga, viszont az első keresztények teljes természetességgel Jézusra alkalmazták, hiszen számukra ez volt a nyilvánvaló, és nem is tették mást, és ebből kell egy picit most nekünk kihátrálnunk, ha zsidó testvéreinkkel párbeszédet szeretnénk folytatni. Azért tartom nagyon fontosnak ezt a beszélgetést, mert azoknak a történeteknek, amiket mi jól ismerünk, így értjük meg az igazi mélységét. Talán egy mai keresztény ember fel se tudja fogni azt a fajta feszültséget, ami a Jézus korabeli vagy Jézus utáni keresztényeknek és a zsidóknak az életében volt, hogy mit jelentett a zsidók számára az Isten, és mit jelentett az, amikor valaki ráadásul szerintük egy jöttment ácsként, akit kereszten a római birodalom kivégeztet, azt mondja magáról, hogy én vagyok az Isten, én vagyok az Isten fia. Ez valami hihetetlen nagy szakadékot okozott a két nép között, és ezért fontos, amit mondtál, lassan talán eljutunk oda, hogy mindenféle ilyen előítélet meg gyűlölet nélkül tudnak beszélni egymással. Ez az első keresztényeknél ez nagyon nem volt meg, és ide vezethető ez vissza, hogy az első keresztény mártír István a zsidók keze által halt meg. Ott volt egy olyan összeütközés, ami ezt nagyon, nagyon komolyan és nagyon élesen. Igen, tulajdonképpen hitehagyott zsidóként gyilkolták meg a saját vallásukban fanatikusan hívő zsidók. Igen. És ők végül is teljesen jogosnak és teljesen természetesnek tartoznak. Igen, igen. Említettétek, hogy az első keresztényeknél már nagyon fontos volt az, hogy a bűnbocsánattal találkoztak és a bűnbocsánat kérdésével. Ma erre akár protestáns, akár katolikus templomokban megvan a liturgia, megvan az úrvacsora. Mit jelentett számukra az, amit mi úrvacsorának hívunk? Hogyan jelent meg ez az egész annak a gyülekezetnek az életébe? Mit értettek egyáltalán alatta? Vagy mennyire volt természetes része a kezdet-kezdetén a teológiájuknak a bűnbocsánatnak a kérdése? Azért a bűnbocsánat és az eukarisztia a katolikus felfogásban azért nem különös egymással. Hát az eukarisztia sokkal inkább egy hálaadás, a bűnbocsánat pedig az elkövetett vétkekért való, vagy annak a megbocsátásért való bizonyos eljárás. És melyik volt jellemző az első keresztényeknek? Igazából én azt gondolom, hogy az öröm, tehát az eukarisztia hálaadás, és amennyire én foglalkoztam az ősegyházzal, ott igazából elfogadták azt, hogy egy életben általában egyszer gyóntak. Tehát olyan bűnöket kellett, vagy olyan bűnöket vallottak be, amik számunkra is azt mondjuk, hogy mellbevágóak. De lényeges szabályozás vagy tiltás nem volt a
az irányából, hogy valaki ebbe a közösségbe ne kapcsolható, vagy ne kapcsolhatta volna be magát, vagy ne kapcsolódhatott volna be. De azért voltak olyan bűnök, amire azt mondták, hogy gyilkosság, paráznosság, házasságtörés, ami igazából nem egy egyszeri alkalom, hanem egy életmód, egy életállapot, ami kapcsán azt mondhatta a közösség, hogy aki ebben az állapotban él, az nem méltó ez a közösséghez, vagy nem méltó, nem való Krisztushoz. És ezeket a bűnöket tessék szépen kívül hagyni, megbánni. Másrészt meg az ősegyház gyakorlatában nagyon ott volt az is, hogy ezek nyilvános vezeklésekkel jártak együtt. Tehát nem elégedtek meg azzal, hogy ipi apacs, én ezt elkövettem, hanem akkor változtassál is rajta. Tehát a mai életben azt mondjuk, hogy hát igen, én ezt elkövettem, és utána ennek a felelősségét így lerázom saját magamról. Azért lényegesen komolyabban vették. Másrészt pedig az eukarisztia, az pedig nekik ténylegesen azt lehetne mondani, hogy mindennapi táplálkozásuk volt, vagy legalábbis lelki értelemben. Tehát ahogy Krisztusnak a testét, őt látták a kereszten, hogy megtörték. Tehát ugyanaz a spirituális, vagy lelki élmény, vagy szellemi élmény ott volt minden egyes gyülekezeti alkalomkor, amikor oda járultak a kelyhez, és akkor látták. Pláne amikor olyan jellegű borokat is használtak, ami direkt vörösborral is ment néha a szertartás, ami még inkább szimbolikusan kifejezte, hogy ez tényleg vér, akkor igazából az ősegyház szerintem ezt a mély szimbolikát igen-igen át tudta élni és értelmezte talán helyesen is. Most húzunk egy vonalat a 21. századba, és biztos a több ezer kedves tévénézők között is vannak olyanok, akik rendszeresen áldoznak vagy úrvacsorát vennek. A mi evangélikus Isten tiszteleteinkre szerinted melyik a jellemzésten? Kérdezem tőled is. Inkább ez a bűnbánati része az úrvacsoránknak, vagy ez az öröm része? Mi lehet az embereknek a fejébe? Te hogy látod? A hagyományos liturgia elég komoly nálunk, uh-huh. és azt gondolom, hogy talán a hagyományaink szerint is inkább a komolyság és a bűnbánat dominál. Az újabb liturgiai kísérletek igyekeznek valamennyire az örömnek teret adni. Aha. Félúton vagyunk talán, ha aha. ilyen egyszerűen válaszolhatok. Ez az érdekes, mert igazából a katolikus egyház történelemben azt lehet észrevenni, hogy a hangsúly az hol ide tevődik, hol oda tevődik. Tehát volt olyan pápa, aki szorgalmazta, hogy a gyerekek minél korábban járuljanak az oltári szentségnek a vételéhez. Volt, aki azt, hogy minél később. A középkorban talán inkább az volt a gyakorlat, hogy évente elég egyszer szentáldozáshoz járulni. Tehát vannak emberi elképzelések, és ezeket meg lehet teologizálni, és mindegyik helyes. Én azt gondolom, hogy önmagában, ha Krisztus felől közelítjük a kérdést, akkor ő neki az a szándéka, hogy mindenkit magához gyűjtsön. Tehát nem az, hogy bárkit is kirekesszen, vagy szegregáljon, és hogyan lehet hozzá leginkább közeledni, mint saját magán keresztül. Tehát vele és benne. Ez pedig csak is az eukarisztián keresztül, de ahhoz persze olyan állapotban kell lenni, hogy a bűnbánatnak az érzése, a lelkülete azért ott legyen a szívünkben. Uh-huh. És én azért gondolom, hogy minél rendszeresebben veszünk magunkhoz az oltári szentséget, az eukarisztiát, annál közelebb kerülünk Krisztushoz. Na most akkor vagyunk erre méltóak és alkalmasak, hogyha tényleg a bűneinket úgy tudjuk kordába tartani, ahogy Krisztus is elvárná. Uh-huh. Hogy magamnak föltenném ezt a kérdést, akkor én is azt mondanám, amit András mondott, gyakorló lelkipásztorként, én is azt látom, hogy nálunk azért ez a bűnbánati jelleg jobban jelen van, ami nagyon-nagyon fontos. Én azt hiányolom, hogy amikor az ember föláll mondjuk az úrvacsorát és elindul vissza, akkor nincs benne az az öröm, aminek benne kéne lenni. Szóval belegondolunk, hogy mi történik ott valójában, nem amikor megszokásból vesszük. És ezt én nagyon szeretem, hogy mi evangélikusok térdel vesszük az úrvacsorát. Ebben benne van ez a fajta alázat. De utána onnan, ha tényleg komolyan veszik, úgy kellene kirobbanni az embernek olyan örömmel, hogy valami hihetetlen. Tehát ha tényleg őszintén belegondolunk, hogy oda megyek, tényleg minden nyomorúságom, a bűnömmel, és azt mondja az Isten, hogy ezt megbocsátom neked, és újat kezdhetsz, valahogy ez
Én azt gondolom, hogy egyfajta megújulásnak mindenképpen ez lehetne az alapja, hogyha egyre komolyabban tudnánk venni az úrvacsorát. És ami azért nagyon szomorú nálunk, azért azt mondhatom itt sok evangélikus gyülekezet, hogy megelégszünk mondjuk minden hónap első vasárnapján. És én több gyülekezetből szolgáltam, ott így volt, és volt olyan gyülekezet, ahol próbáltam erőszakkal bevezetni, hogy de vegyünk többször. Hát nagyon nem tetszett. Nem voltak boldogok. És rájöttem, hogy nem ezt kell csinálni, nem volt egy nagy találmány, mert hát ezt előbb is eljöttem volna, hanem az emberekbe vágyat kell ébreszteni, hogy megértsék, hogy igazából mit jelent, és ők kérjék azt, hogy szeretnék venni. És persze nem úgy, mint Lutherről olvassuk, hogy ott tényleg mindennel rohangált oda, és állandóan úrvacsorát akart venni, hanem tényleg legyen az emberekben egy vágy. Tehát azt mondja, hogy ha mondta egyszer megszokásból veszek, ez nem biztos, hogy annyira... De én azt hiszem, hogy ki is mondtad most a kulcsszót ezzel kapcsolatban, a megszokás, hát a rutin. Uh-huh. A rutin öli meg az úrvacsorát, vagy az eukarisztiát is. Tehát amikor van egy szinte természetes, nem is reflektált belső ritmus, hogy járuljak hozzá, de igazából nem gondolom át, hogy mi történik velem. Mm. És ez konkrétan akkor lesz, ha valaki valóban eljut odáig, hogy valami nagyon zavarja a lelki ismeretét, és azt valóban le tudja tenni, esetleg úgy, hogy nem csak egyszerűen a közös gyónás során általánosan beszél arról, hogy bűnös, hanem bocsánatot kér attól a valakitől, aki ellen elkövetett valami komoly bűnt, és utána megy úrvacsorát venni, és átéli a feloldozás során, hogy abból, amit ő tett valóban, Istennek a szeretete őt feloldozza, akkor lehet, hogy így repül fel, szárnyal szinte az oltárnál való térdelés után, de amikor ez egy rutin cselekmény, és nem érinti a lelket, akkor úgy néz ki, ahogy kinéz. Uh-huh. Az adás vége felé, amiről még szeretném, ha beszélnék, az nagyon kapcsolódik ehhez, hogy szokták mondani, hogy ahol Isten felépíti a templomát, ott az ördög is felépíti benne a saját kápolnáját. Hallottunk sok szépet az első gyülekezetről, és hallunk arról is, hogy a keresztény életnek bizonyos területeit a sátán hogy támad meg, és hogy tesz tönkre. Ma, ami a eukarisztiát, úrvacsorát, tehát amit ez alatt értünk, ami tönkretesz, elsősorban igen, a rutin, a megszokás, hogy nem veszük komolyan, nem éljük át ennek az igazi mélységét. Az első keresztények mással küzdöttek ezzel kapcsolatban. Szeretnénk felolvasni egy részt a első korintusi levélből, ahol már megjelentek problémák ezzel kapcsolatban. Ezt írja Pál apostol, amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak köztetek, és ezt részben el is hiszem. Amikor tehát összejöttök egy helyre, nem lehet úrvacsorával élni, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok. Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek azokat, akiknek nincsen. Mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. Ugye akkoriban ezt agapénak hívjuk, ilyen agapé vacsora, egy közös étkezés volt az úrvacsora vétel előtt közben, ahol előjöttek már ezek a problémák, ami elsősorban az irigység vagy a szeretetlenség kifejezése volt, és azt mondja Pál, hogy ilyen szívvel és ilyen lélekkel hogy tudsz utána úrvacsorát venni. Ugyanilyen ilyen probléma, hogy az embernek a szíve, a lelke az egészen máshogy jár, és egészen máshogy gondolkodik, és ha elképzeljük ezt a saját szemeink előtt mondjuk egy gyülekezetbe, ez tényleg borzasztó dolog lehetett. Igen. Nem tudom, ezt hogy látjátok. Ma azért mondjuk ugyanezek a problémák előkerülhetnek, csak nem feltétlenül az úrvacsora kapcsán. Ez a fajta szeretetlenség. És ez nagyon rombolta az egész gyülekezetnek az életét. Igen, tehát az feltétlenül jó, hogy nem egy idealizált kép alakul ki bennünk így az ősegyház kapcsán. Nem, kevés időnk van, nem fog minden bűnre rátérni, de volt bőven. Volt bőven, de hogy a jelenkorral is foglalkozunk. Egy picit visszakapcsolnék a parúziára, és akkor úgy majd a gondolatmenet értetőbb lesz, amikor ti is gyakorló lelki pásztorok vagytok, vagy a kedves nézők, amikor kimennek egy temetésre. És amikor megvan a szép egyházi szertartás, és a végén a hantolásnál egy trombitás odáll, és az élszilenciót elfújja. És ez a végharson. Na körülbelül ilyen távolságba kerül a Biblia és a gyakorlat egymástól. Ugye a végharsonát így megadjuk az utolsó tisztességet még ennek az elhunynak, és az eukarisztiával kapcsolatban is
ott a félelem, hogy ami az ősegyház esetében azért egy picit be is következett, hogy nem fejtette ki azt a hatását, amit elvárnánk vele kapcsolatban, amiről beszéltél, András, hogy rutinná válik. Tehát aki kimegy oda, eltrombitálja azt az egy darabot, annak az rutin utána fölkapja a batyuját, és megy a következő temetésre, és sietni kell. Ha most egy templomi szertartásra is csak így rutinszerűen megyünk be, akkor igazából valamit nagyon elrontottunk. Ennek ellenére én nem ezt látom a legnagyobb problémának, mert a katolikus egyház azért azt mondja, hogy a szentségeknek a megfelelő, tehát nem ideális fölvétele, azért eredményezheti azt, és most nagyon jogilag szeretnék fogalmazni, hogy a szentség bennünk hatásukat érjen el, tehát a mi belső állapotunktól is függetlenül. Ellenben, hogy egy közösség életét, és sokkal inkább, ami az ősegyház korában is megjelent, azokra a visszaélésekre, anyagi visszaélés, pletykálkodás, természetellenes állapotok, amikor beszámol arról talán a korintusi levélben, hogy ki kivel élt együtt, és milyen törvénytelen kapcsolatokban, na ezek már azért a mai korban is sokkal jobban jelen vannak. És emiatt azt gondolom, hogy minden közösség szégyenkezhet is, és sajnos szégyenkezni is kell. Volt még egy nagyon komoly bűn, ami sokakat talán meglep, és azt gondoljuk, hogy csak ma van ilyen, vagy mai gyülekezetekre, vagy egyházakra, ez a pártoskodás. Teljesen megdöbbentő, ugyanígy a szegény korintusi gyülekezetről maradt fönn ez a levél, ott voltak mindenféle problémák, azt írja az apostol, mert azt a hírt kaptam rólatok testvéreim, Chloe embereitől, hogy viszálykodások vannak köztetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek, én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Megdöbbentő az, hogy itt a négy prominens személy közül Krisztus az egyik csupán, és ott van a másik három. Mi lehetett az oka ennek, hogy emberek így emberekhez kötöttek, és nem elsősorban Krisztushoz? Vagy mi ennek a mai megfelelője? Mi az, amire a mai gyülekezet figyelhet, hogy így egy pár percen az adás végén jó tanácsot is tudjunk mondani, gyakorlati tanácsot? Ez a pártoskodás, ez egy régi szó. Nem is érezzük talán a dolognak az élét annyira. Ha azt mondanánk, hogy rivalizálás, akkor ott vagyunk a közösségeinkben és a közösségi életünk kellős közepében, ami többé-kevésbé minden közösségre jellemző. Erről beszél itt Pál. És nagyon izgalmasnak találom azt, hogy Jézus éppen a rivalizálás szellemét szerette volna a tanítványok között visszaszorítani, amikor például arról beszélt, hogy ne uralkodni akarjatok egymás felett, hanem legyetek egymás szolgái és sok más alkalommal is. És külön, ha szabad ezt a szót használni, szinte viccesnek érzem azt, bár Pál nyilván nem ennek szánta, hogy amikor felsorolja a rivális pártoknak az ikonjait, a nagy embereit, akkor negyediként Krisztus nevét is oda teszi. Tehát Krisztust is belevonták ebbe az emberi rivalizálásba, és Krisztusból is egy olyan figurát csináltak egymás között, akire hivatkozni lehet, akire úgy lehet felnézni, hogy olyan, akkor lesajnálom a másikat, és a másikkal szemben a saját fölényemet próbálom a legkülönbözőbb eszközökkel bizonyítani. Ez egy mellbevágó volt, amit mondtál, de teljesen egyetértek, hogy tulajdonképpen ezelőtt néhány évtizeddel Krisztus pont erről beszélt, és pont Kéfás volt az egyik, igen, akik szerettek volna Jézus közelébe jobb oldalt, bal oldalt ülni, nagyon közel lenni, hol ők intézték, hol az édesanyjuk meg protekciót kérni. Tehát látjuk, hogy ez nagyon megjelent, és Jézus ezt mindig nagyon határozottan visszautasította. De úgy látszik, hogy nem igazán sikerült, mert végül ez újra és újra megjelent. Talán pont ezért kellett később megírni az evangéliumokat, ugyanis Pál nem ismerte Jézus személyesen, és nagyon sokan azok közül, akik az ő tanítása és szolgálata révén tértek meg, elsősorban ugye nem zsidók közül, sem ismerték Jézust, és Jézusról egy sematikus kép élt, és azokat a konkrétumokat kellett, hogy az evangélisták hozzátegyék, amik pont ezeket a félreértéseket már a gyökerénél megragadták. Eltelt a műsoridőnk, ha még szeretnéd, de fél perc. Fél perc. Hogy már csak hogy a végén egy történetet elmondjak, és nagyon rövid lenne, hogy az egyik helyen egy római katolikus templomban végezzük a liturgiát, és most náluk az a szokás, hogy kiteszik Krisztusnak a
a szobrát, amiben egy győztes lobogót tart a kezébe. És az utolsó alkalommal úgy prédikáltam, hogy a Krisztus szobor az teljes mértékben takart engem. És utána odajöttek a hívek, és mondták, hogy igen, ma Jézus Krisztus beszélt, akinek a magyar hangja a lelkész volt. Na most arra utalok vissza, hogy így a pártoskodás elképzelhetetlen, hogyha ezek a vezetők is Krisztus nevében beszéltek volna, nem a saját szakállukra próbálták volna a tekintélyüket növelni. Köszönöm szépen ezt a képet. Én nagyon remélem, hogy a kedves tévénézők is ezt élték át, hogyha nem is itt az asztalon, de Krisztus volt előttünk, róla szeretünk volna bizonyságot tenni, és azt gondolom, nagyon sok mindent tanulhattunk kedves vendégeimtől. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és mindezt elmondtátok, és nagyon reméljük, hogy ez hatással lesz a hétköznapjainkra, az életünkre, és hétköznapjainkon belül a gyülekezeti életünkre is. Én azt kérem a kedves tévénézőktől, hogy mindazt a szeretetet, tüzet, lelkesedést, ami az első gyülekezetnek ott volt az életébe, ahogy a nők néztek, akár az örök életre, akár a szenvedésre, ezt vigyük mi is magunkkal a saját közösségeinkbe, a saját gyülekezeteinkbe. Nagyon köszönjük, hogy itt voltak velünk, mindenkinek jó pihenést, a viszontlátásra. Több ezer életen át bennem élő szerelem, a kapukon háttörve megpihen a szívedet. Több ezer életen át bennem dúló fájdalom, szerte foszlik a fényben, felolvad az hajkadon. Több ezer életen át felsíró vérző sebek összefornak, gyógyulnak, ha érzik meleg kezed. Több ezer életen át hívtalak és vártalak, s lelkem mélyre úszva magamban megtaláltalak. Magamban megtaláltalak, magamban megtaláltalak. Magamban megtaláltalak, magamban megtaláltalak.